Külföldön. Budapest belvárosában délután csaknem 30 civil szervezet tüntetett az alaptörvény tervezett módosítása ellen. Tegnap az Európai Bizottság elnöke hívta fel aggodalmaival Orbán Viktort, és levelet is írt neki. A magyar kormányfő szerint a változások miatt nincs veszélyben a jogállam. Tiltakozók a parlament közelében az Alkotmány utcában. Nem véletlen a helyszínválasztás, az alaptörvény készülő módosítása miatt választották. Körülbelül 30 civil szervezet csatlakozott a demonstrációhoz, egyebek mellett azért, mert a kormánypártok az alaptörvényben rögzítenék a hallgatói szerződés lehetőségét, és azt, hogy családnak csak a férfi és nő közti házasság, illetve a szülő-gyerek kapcsolat tekinthető. Jobboldali honfitársak, ha az alaptörvényt eltörlik, és a kormány megbukik, meglátjátok, hogy nektek is sokkal jobb lesz. Az emberjogi és civil szervezetek szerint az Alkotmánybíróság jogkörét is csorbítanák, és azzal sem értenek egyet, hogy az alaptörvényben mondanák ki, tilos az utcán élni. Azok nevében beszélek, akiket ez a kormány már hosszú ideje üldöz, és bűnözőként kezel csupán azért, mert a szabad ég alatt magyar földre kell lehajtaniuk a fejüket. A tervezett alkotmánymódosítások miatt nem csak Budapesten tiltakoztak. Tegnap José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke telefonon beszélt Orbán Viktor miniszterelnökkel, és aggodalmát fejezte ki a tervezett változtatások miatt. És ezügyben levelet is küldött. A kormányfő válaszában azt írta, Magyarország és kormánya elkötelezett az európai értékek és jogszabályok mellett. Ma a Fidesz frakcióvezetője is reagált a bírálatokra. Ez elképzelhetetlen, hogy a magyar parlamentnek kívülről, határon túlról, külföldről mondják meg, hogy mi az, amit tennie kell. A tiltakozó civilek kora este az Alkotmánybíróság épületéhez vonultak. Az alaptörvény módosításairól hétfőn szavaz a parlament. Külföldön. Budapest belvárosában délután csaknem 30 civil szervezet tüntetett az alaptörvény tervezett módosítása ellen. Tegnap az Európai Bizottság elnöke hívta fel aggodalmaival Orbán Viktort, és levelet is írt neki. A magyar kormányfő szerint a változások miatt nincs veszélyben a jogállam. Tiltakozók a parlament közelében az Alkotmány utcában. Nem véletlen a helyszínválasztás, az alaptörvény készülő módosítása miatt választották. Körülbelül 30 civil szervezet csatlakozott a demonstrációhoz, egyebek mellett azért, mert a kormánypártok az alaptörvényben rögzítenék a hallgatói szerződés lehetőségét, és azt, hogy családnak csak a férfi és nő közti házasság, illetve a szülő-gyerek kapcsolat tekinthető. Jobboldali honfitársak, ha az alaptörvényt eltörlik, és a kormány megbukik, meglátjátok, hogy nektek is sokkal jobb lesz. Az emberjogi és civil szervezetek szerint az Alkotmánybíróság jogkörét is csorbítanák, és azzal sem értenek egyet, hogy az alaptörvényben mondanák ki, tilos az utcán élni. Azok nevében beszélek, akiket ez a kormány már hosszú ideje üldöz, és bűnözőként kezel csupán azért, mert a szabad ég alatt magyar földre kell lehajtaniuk a fejüket. A tervezett alkotmánymódosítások miatt nem csak Budapesten tiltakoztak. Tegnap José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke telefonon beszélt Orbán Viktor miniszterelnökkel, és aggodalmát fejezte ki a tervezett változtatások miatt. És ezügyben levelet is küldött. A kormányfő válaszában azt írta, Magyarország és kormánya elkötelezett az európai értékek és jogszabályok mellett. Ma a Fidesz frakcióvezetője is reagált a bírálatokra. Ez elképzelhetetlen, hogy a magyar parlamentnek kívülről, határon túlról, külföldről mondják meg, hogy mi az, amit tennie kell. A tiltakozó civilek kora este az Alkotmánybíróság épületéhez vonultak. Az alaptörvény módosításairól hétfőn szavaz a parlament.